Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először is feltételezem, hogy a trónok harcát mindenki ismeri. A sárkányok tánca az technikailag olyan, mintha a trónok harcát megfűszereznénk egy kis kanál szteroiddal. Az egyetlen lényeges különbség az, hogy a sárkányok táncában nincsenek mások, illetve nem fogod elhinni, de sokkal több a sárkány. Az egész történet lényege az, hogy a tánc végeztével senki nem fog győzni. Ellenben beszélhetünk majd arról, hogy melyik oldal veszített kevesebbet. Tehát amennyiben mindez idáig fogalmat sem volt ennek a létezéséről, ezen információ alapján szerintem el tudod dönteni, hogy érdekel-e vagy sem. Volt egyszer egy király, aki a saját privilégiumának tekintette azt, hogy az uralkodásában mellőzheti a logikát. Ez a király, első Viserys, habár véleményem szerint rossz király, de jó ember volt. A Targaryen királyok között elképesztően ritkának számítanak azok, akik képesek voltak megtalálni azt a bizonyos arany középutat. Első Viserysnek volt egy felesége, az Arryn házból származó Emma. Emma királyné meglehetősen terméketlennek bizonyult, azonban egyszer csak sikeresen világra hozott egy kislányt. Ez a kislány az egész történetünk egyik főszereplője, bizonyos Rhaenyra Targaryen. A boldogság középpontjában ott állt a mindenki által imádott és ünnepelt Rhaenyra hercegnő, a kislány, akire az udvari dalnokok hamarosan ráragasztották a birodalom örömenevet. 7 esztendős korában sárkánylovassá vált, egy fiatal sárkányon repült fel az égbe, a bestiának az ősi Valíria egyik istennője után a Syrax nevet adta. Mivel tisztában vagyok azzal, hogy a polgárok első dolga ez lesz, igen, Rhaenyra az új Daenerys. Azonban Viserys király boldogsága nem tartott sokáig. Habár a felesége sikeresen világra hozott egy fiút, mind az újszülött, mind pedig Emma belehaltak. Ennek a jelentőségét csak akkor fogod megérteni, ha egy kicsit visszamegyünk a múltba. Viserys nagyapja, első Jaehaerys, hódítás után 101-ben összehívott egy hatalmas tanácsot, aminek a célja az volt, hogy válasszanak egy trónörököst. Az összegyűlt urak nagy többsége Viserys Targaryent választotta a vastrón örökösének. Bár a szavazatot összeszámláló mesterek nem beszéltek a valódi arányokról, sokan tudni vélték, hogy Viserysre 20-szor annyi voks érkezett. Sokak számára a hódítás utáni 101-es nagy tanács kőbevésett jogalapot teremtett. Westeros vastrónja nem lehet női, és női leszármazotton keresztül sem szállhat férfira. Eltekintve attól, hogy Viserys teljes mértékben tisztában volt ezzel, a felesége halála után azt találta ki, hogy a lányát Rhaenyra Targaryent megteszi örökösének. Mi baj lehet? De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy miután a nagy tanács döntését teljes mértékben figyelmen kívül hagyva a lányát tette örökösévé, kitalálta, hogy ismételten megnősül. Mi baj lehet? Nagyon lényeges kitérni arra is, hogy Viserysnek van egy öccse, akit úgy hívnak, hogy Daemon Targaryen. Hogyha esetleg nem vagy veterán, akkor annyit kell tudni, hogy ha valakit Daemonnak hívnak, az általában azt jelenti, hogy a csávó nem gyenge. Daemon Targaryennel kapcsolatban ki kell emelni, hogy eredetileg haragos volt. Úgy gondolta, hozzáteszem teljesen jogosan, hogy amennyiben Viserysnek nem születik fia, akkor a vastrón jog szerint őt illetné meg. Viszont ha vetünk egy pillantást a családfára, szembetűnik, hogy Daemon idővel nem csak hogy lemond a vastrónról, de ő lesz Rhaenyra egyik legnagyobb támogatója. Ebben a történetben van nagyjából 30 darab karakter, akiket fontosnak nevezhetünk. Következésképpen jó néhány figurát teljes egészében kihagyunk, illetve ha mindez idáig nem találkoztál vele, véletlenül se gondold azt, hogy az egész balhét elsőre megérted. Tehát Viserys király kitalálta, hogy ismételten megnősül. Az új felesége nem más, mint Alicent Hightower. Az előző feleségével ellentétben Alicent rendkívül termékenynek bizonyult, és a házasságukat követő 4 évben megszületik Aegon, illetve Aemond. Mind a ketten fiúk. Mi baj lehet? Az egyetértés a királyné és mostoha lánya között rövid életűnek bizonyult, mert Rhaenyra és Alicent is a birodalom első hölgye szeretett volna lenni. És bár a királyné nem csak egy, de 2 fiú örököst is adott a királynak, Viserys semmit nem tett az örökösödési rendelet megváltoztatásáért.
Sárkánykő hercegnője maradt az örököse, és Westeros nagyurainak fele felesküdött a védelmére. Viserys király mindent elkövetett, hogy az újdonsült felesége és a lánya között létrehozzon valamiféle harmóniát. Ez meglehetősen jól ment, egészen addig, amíg hódítás után 111-ben királyvárban rendeztek egy lovagi tornát. A lovagi tornán megjelent Alicent királyné, aki zöld ruhát viselt, illetve megjelent Rhaenyra hercegnő is, aki Targaryen lévén fekete ruhát viselt. Jelentéktelennek tűnhet, de ez a két ruha volt az, ami a sárkányok táncában szemben álló feleket meghatározta. Innentől fogva vannak a zöldek, avagy a királypártiak, és vannak a feketék, avagy a királynőpártiak. Mivel nem beszélhetek abszolút mindenről, teljes egészében kihagytam Daemon Targaryen saját háborúját, a száműzetését, illetőleg azt is, hogy Rhaenyrával nagyon kedvelték egymást. A hercegnő virágzását követően a szülei nagyon szorgalmazták, hogy férjhez kell mennie. A leendő férj Rhaenyra számára borzasztóan kellemetlen, a vastrón számára viszont nagyon is kellemes, Laenor Velaryon. Itt megragadom a pillanatot, hogy a Velaryon ház kapcsán elmondjak ezt-azt. A Velaryon ház Valíriából származik. Hódító Aegon anyja Velaryon. A Velaryon flotta volt az, ami Aegon katonáit átvitte Westerosra. A királyi testőrség első parancsnoka Velaryon. Illetőleg egész Westeroson kettő ütőképes hadiflotta van, az egyik a Greyjoy, a másik a Velaryon. A Velaryon ház elképesztően ősi, elképesztően hatalmas és legalább annyira fontos. A jelenlegi családfő nem más, mint a tengeri kígyó becenévre hallgató, nevezetes Corlys Velaryon. Azért nevezzük tengeri kígyónak, mert a saját zászlós hajóját tengeri kígyónak nevezte. Corlys Velaryon az új Ned Stark, viszont meglepetés, ő nagyjából túléli. Tehát Rhaenyra leendő férje, Laenor Velaryon, nem más, mint Corlys Velaryon, a tengeri kígyó fia. Rhaenyra, ha bár elfogadta a döntést, aznap este a fejébe vette, hogy a szüzessége az övé, tehát ő fogja meghatározni azt is, hogy kinek adja oda. Rhaenyrának volt egy személyes kedvence, a királyi testőrség akkori parancsnoka, az ő fehér lovagjának nevezett Ser Criston Cole. Ám hiába minden szépsége, felkínálkozása süket fülekre talált, mert Ser Criston becsületes ember volt, hű az esküjéhez. A megsértett, dühös hercegnő felkapta köpenyét és kirohant az éjszakába, ahol összetalálkozott a városi mulatozásból visszatérő Ser Harwin Stronggal. A csonttörő már régóta vágyakozott a lány után, és nem voltak olyan aggályai, mint Ser Christonnak. Ő vette el Rhaenyra ártatlanságát, legalábbis gomba szerint, aki hajnalban rájuk talált az ágyban. Akárhogy is történt, Ser Criston Cole, Rhaenyra Targaryen iránt érzett szeretete attól a naptól gyűlöletbe fordult. És a férfi, aki addig a hercegnő állandó társa és bajnoka volt, a legáldázabb ellenségévé vált. Rhaenyra hódítás után 114-ben, 17 évesen feleségül ment az ifjú Ser Laenor Velaryonhoz. Csakhogy a házasságukban volt egy azonnal szembetűnő probléma, ugyanis fogalmazzunk úgy, hogy Laenor Velaryon hazai térfélen focizott. Hamarosan bejelentették, hogy a hercegnő gyermeket vár. A hódítás utáni 114. év utolsó napjaiban született fiú igazi vasgyúró volt. Barna hajjal, barna szemmel és tömpe orral. Ser Laenornak a valír származására való tekintettel horgas orra, ezüstfehér haja és bíbor szeme volt. Rhaenyra Targaryen első három gyermeke közül mind a három fattyú. Csak hogy egyértelmű legyen, mivel Laenor a férfiakat kedvelte, Rhaenyra meg Harwin Strongot, ebből adódóan az első három gyermeke gyakorlatilag a szeretőjének tükörképei. Ezt egyébként mindenki tudta, de senki nem szerette hangoztatni. Miközben Rhaenyra mindent elkövetett, hogy biztosítsa a vérvonalát, Alicent királyné úgy szintén terhes lett, és a világra hozta Viserys harmadik fiát. Ezt követően történt kettő elképesztően szomorú baleset. Először is Rhaenyra szeretője, Ser Harwin Strong,
meg véletlenül az egész családja is élve elégtek Harrenholban. Ezen kívül Lénor Velaryont a saját szeretője meggyilkolta. Az elképesztően hasznos baleseteket követően Rhaenyra hercegnő abban a pillanatban ismételten férjhez ment, mégpedig a saját nagybátyjához, Daemonhoz. A rettenetes hódítás utáni 120. esztendő tehát ugyanúgy zárult, mint ahogy elkezdődött. Egy vajúdó asszonnyal. Rhaenyra hercegnő az év utolsó napjaiban apró, de igen erős fiút hozott a világra. Egy sápadt kis hercegfit, sötét lila szemmel és ezüstös hajjal. Aegonnak nevezte el. Daemon hercegnek végre született egy saját véréből való élő fia, és ez az új herceg három féltestvérétől eltérően minden kétséget kizáróan Targaryen volt. Tehát összegezzük, amit eddig tudunk. Viserys király a saját lányát Rhaenyrát tette meg örökösének. Időközben ismételten megnősült, és ezen a ponton van egy raklapnyi fia. Westeros nagyurainak fele megesküdött, hogy Rhaenyra hercegnőt fogják támogatni és védelmezni. Rhaenyra elvesztette a férjét, illetve szeretőjét is, majd a hozzáment a saját nagybátyjához, Viserys király öccséhez, Daemonhoz. A királypárti zöldek Viserys király legidősebb fiát, Aegont akarják megkoronázni. A királynőpárti feketék pedig azt akarják, hogy a vastrón Rhaenyrát szurkálja. A katasztrófa készen állt, már csak az a kérdés, hogy mikor fog elkezdődni. Kérlek szépen, akkor kezdődött, amikor Viserys király egyik este nem figyelt oda, és így meghalt. Egy uralkodó halálakor hivatalosan annak kellett volna történni, hogy a hírt azon nyomban világgá kürtölik, királyvárban megszólalnak a harangok, mi egymás. Természetesen nem ez történt. Alicent királyné pontosan tudta, hogy a férje halála rövidesen bekövetkezik, tehát már jóval azelőtt minden hűséges alattvalójának elmondta, hogy a szomorú napon mi fog történni. A király holttestét felfedező szolgálót azon nyomban bebörtönözték, illetve a vörös tornyot a szó szoros értelmében karanténba helyezték. Alicent királyné azon nyomban összehívott egy tanácsot. A tanács feladata az volt, hogy Viserys legidősebb fiának, Aegon megkoronázásának körülményeit felmérjék. Kire lehet számítani? Ki az, aki esetleg ellenkezne? Érted? A királyi tanácsban egyetlen egy ember volt, a pénzmester, nevezetes Lyman Beesbury, aki feltette a kérdést. Mégis milyen királyról beszélnek? A vastrón Rhaenyrát illeti. Kijelentette, hogy ő nem fog felségárulásban részt venni. Mire a királyi testőrség parancsnoka, Rhaenyra egykori fehér lovagja, Sir Criston Cole nemes egyszerűséggel elvágta a torkát. Nagyon lényeges, hogy a királyi tanács legnagyobb problémája nem Rhaenyra volt, hanem a férje, Daemon. Úgy gondolták, hogy amennyiben Rhaenyrát megkoronázzák, valójában Daemon lesz az, aki magához ragadja a hatalmat. Maradjunk annyiban, hogy a félelmük valamelyest megalapozott volt. Alicent királyné felkereste a fiát, Aegon herceget, és közölte, hogy akkor innentől fogva ő a király. A fia válaszára nem volt felkészülve, ugyanis Aegon azt mondta, hogy a korona a nővérét illeti. Erre Sir Criston Cole közölte vele, hogy amennyiben Rhaenyra megkapja a vastrónt, az első dolga az lesz, hogy az összes létező féltestvérét, köztük magát Aegont is, kivégezteti. Aegon gondolkozott egy kicsit, aztán a válasza olyan volt, mint egy igazi királyé. Így hangzott. Mit mondtál? A szövetségekkel kapcsolatban a legfontosabb kérdés az volt, hogy Viharvég, azon belül is Boros Baratheon vajon kit fog támogatni. Alicent királyné második fia, a félszemű Aemond azt javasolta, hogy a dolgot nem szabad hollóra bízni, majd ő elmegy hozzá és megkérdezi. A dolog lényege abban rejlik, hogy jelen pillanatban félszemű Aemond az, aki meglovagolja Végárt. Végár ezen a ponton egész Westeros legnagyobb sárkánya, és a diplomáciai megbízások során igencsak lehengerlő tud lenni. Egyébként Aemond azért lett félszemű, mert hogy Rhaenyra kisebbik fia, Lucerys Velaryon gyerekkorukban kiszúrta a jobb szemét.
Viserys király hullája ugyanott, ahol meghalt, és ugyanabban a pozícióban nagyjából 4 napig rothadt. A király halálának bejelentésére az vette rá őket, hogy az egész vörös toronyban elterjedt a hullaszag. Rhaenyra hercegnő még mindig nem tudta, hogy az apja halott, de királyvárban ekkor már második Aegont megkoronázták, és mivel kapkodósak voltak, a testvérével Helénával össze is házasodtak. A fekete tanácsban ülők lojalistának tartották magukat, ám jól tudták, hogy második Aegon király árulónak bélyegezné őket. Mindegyikük megkapta a parancsot királyvárból, hogy jelenjenek meg a vörös toronyban, és tegyenek hűségesküt az új királynak. Összesen sem tudtak volna akkora hadsereget kiállítani, mint a Hightowerök egyedül. Aegon zöldjei egyéb előnyöket is élveztek. Óváros, Királyvár és Lannisrave a birodalom legnagyobb és leggazdagabb városai voltak. Mindhármat a zöldek uralták. A törvényesség összes szimbóluma Aegonhoz tartozott. Ő ült a vastrónon, ő élt a vörös toronyban, ő viselte a hódító koronáját, a hódító kardját és a hitszeptonja felkente. Bár féltestvére kifosztotta apja kincses kamráját, a hercegnőnek rendelkezésére állt a Velaryon ház vagyona, és a tengeri kígyó flottája révén ő uralhatta a tengereket. Ráadásul házastársa, Démon herceg, csatákban edződött, és több tapasztalatot szerzett a hadviselés terén, mint ellenfeleik együttvéve. És végül, de nem utolsó sorban, Rhaenyrának voltak sárkányai. Természetesen a zöldeknek is voltak sárkányaik, azonban a feketéknek több. Nem csak hogy több, de ráadásul a főhadiszállásuk sárkánykő, ahol történetesen a sárkányokat tenyésztik. Daemon Targaryen úgy gondolta, hogy a legjobb védekezés a támadás, tehát a sárkánya Caraxes hátán abban a pillanatban elindult, hogy elfoglalja Harrenholt. Mindeközben Corlys Velaryon a flottáját felhasználva blokád alá veszi királyvárat, illetőleg Rhaenyra két idősebb fia, Jaqerys és Lucerys Velaryon úgy szintén sárkányháton elindulnak, hogy szövetségeket kössenek. Úgy döntöttek, az idősebbik Jaqerys teljesíti a hosszabb, veszélyesebb küldetést. Először a sasfészekbe repül, hogy tárgyaljon a völgy úrnőjével, aztán Fehér Révbe elnyerni Manderlyúr támogatását, majd végül Deresbe, hogy találkozzon Stark nagyúrral. Lúkra a rövidebb és biztonságosabb út várt. Vihar végbe megy, ahol Boros Baratheon valószínűleg melegfogadtatásban részesíti. Mialatt Lucerys Velaryon vihar végbe tartott, Rhaenyrát is megkoronázták, és ennek hallatán második Aegon küldött hozzá egy követet. Az ajánlata meglepően nagy lelkű volt, de Rhaenyra kijelentette, hogy vagy behódol neki, vagy levágja a fejét. Mindeközben a férje, Daemon Targaryen Caraxes hátán elérte Harrenholt. A vár bevételét nem kell túl gondolni, Harrenholnak meg a sárkányoknak elég sötét történelmük van, tehát a helyőrség abban a pillanatban megadta magát. Daemon herceg hadba hívását a folyók mentén temérdek lovag, fegyveres és egyszerű földműves hallotta meg. Ők még jól emlékeztek a Viserys által annyira imádott birodalom örömére, akinek a mosolya elbűvölte őket. Százával, majd ezrével öltötték fel kardjukat, húzták fel páncéljukat, vagy ragadtak vasvillákat és fapajzsokat, hogy Viserys kislányáért csatába szálljanak. Jaqerys Velaryon küldetése teljes siker volt. Az anyja mellé állította az Arinokat, a Manderlyket, illetve a Starkokat is. Itt van egy kis apróság, ami nekem borzasztóan szúrja a szemem, tehát kifejtem. Mindez idáig volt egy teória, aminek az volt a lényege, hogy Deresben vannak sárkánytojások. Jaqerys Velaryon és a sárkánya Vermax utolsó megállója Deres volt, tehát a teóriának lehetne alapja, de még sincs. Gomba emellett azt állítja, hogy Vermax egy fészekalja sárkánytojást hagyott Deresben, ami hasonlóan abszurd állítás. Bár kétségtelen tény, hogy a sárkányok nemének megállapítása szinte lehetetlen feladat, egy forrás sem tesz említést Vermax tojásairól, így minden bizonnyal hím példány volt. Bart Septon állítása pedig, miszerint a sárkányok képesek nemet váltani, hiszen oly változékonyak, mint a lángok, túl nevetséges ahhoz, hogy fontolóra vegyük.
Nem tudom azt mondani, hogy hiba lenne, és az sem, hogy szándékosan lett megváltoztatva, de amikor George azt mondja, hogy a sárkányok nem változtatása nevetséges, az feletté idegesítő. Ugyanis, milyen ostobák voltunk mi, akik bölcsnek hittük magunkat. A hiba a fordításban rejlett. A sárkányok nem hím vagy nőneműek, Bart látta ennek igazát, hanem egyszer ezek, másszor azok. Változnak, akár a láng. A nyelvezet ezer évig félrevezetett mindnyájunkat. Daenerys az, ő született sóban és füstben. A sárkányok bizonyítják. Én egyszerűen nem tudom megérteni, hogy a sárkányoknak miért kellett nemet adni. Ezek borzasztóan különleges és misztikus lények. Ráadásul adott sárkány nemének megállapításával abszolút semmi nem fog megváltozni. Tehát, a fizika törvényeit alapul véve, magyarázd el nekem azt, hogy a sárkányok hogyan képesek tüzet okádni. Nem lehet. Mégis mi a hátamnak kéne a fizikát alapul venni ahhoz, hogy elmagyarázzuk a megtestesült mágiát. Ugyanez a helyzet akkor is, amikor a fizikát felcseréljük biológiára. Ami a lényeg, Deresben nincs sárkánytojás. Szóval, Aemon Targaryen és Lucerys Velaryon azért mentek viharvégbe, hogy Boros Baratheonnal szövetséget kössenek. Boros feltétele az volt, hogy azzal szövetkezik, aki az egyik lányát feleségül veszi. Aemon választottját nem ismerjük, de időközben megjelent a vendég. Aemon herceg hatalmas sárkánya, Végár érezte meg elsőként érkezését. A vár magas falain járőröző katonák rémülten markolták meg dárdájukat, amikor a sárkány dühött üvöltése alapjaiban rázta meg Durán büszkeségét. Állítólag még Arax is megrettent a hang hallatán, és Luke-nak sokat kellett dolgoznia a korbáccsal, hogy a földre kényszerítse hátasát. Lucerys Velaryon úgy indult el sárkánykőről, hogy Rhaenyra a lelkére kötötte. Követként megy, és nem lovakként. A probléma csak annyi, hogy egyszer, Lucerys volt az, aki gyerekkorukban kiszúrta Aemon egyik szemét, illetőleg Aemon Targaryent egyszerre nevezhetjük bátornak, illetve vérszomjasnak is. Boros Baratheon nem volt kapkodós típus, tehát felajánlotta, hogy amennyiben Lucerys választ magának egyet a lányai közül, akkor szövetkezhetnek. A probléma csak annyi, hogy Lucerys Velaryonnak ekkor már volt jegyese, mégpedig az unokatestvére, Daemon Targaryen egyik lánya, Rhaena. Sejtettem, bólintott Boros nagyúr. Menj haza kölyök, és mondd meg annak a szajha anyádnak, hogy viharvégura nem kutya, akinek szükség esetén elég füttyentenie, hogy nekiugorjon az ellenségeinek. Lucerys herceg sarkon fordult, hogy kisétáljon a körcsarnokból. Aemon herceg azonban kardot rántott. Boros Baratheon kijelentette, hogy amíg az ő házában vannak, senki nem fog meghalni. Na most, amikor már elhagyták vihar véget, akkor azt csinálnak, amit akarnak. Aemon tisztában volt azzal, hogy Végár legalább háromszor akkora, mint a fiatal Arax. A viharföldeken egészen megdöbbentő módon hatalmas vihar tombolt, ami tökéletes volt arra, hogy Aemon elrejtse a szándékát. Westeros történelmében mindez idáig egyetlen egyszer történt olyan, hogy sárkány harcolt sárkánnyal. Ez a küzdelem kegyetlen Maegor idejében történt, akivel kapcsolatban amúgy tudni kell, hogy minél jobban haladunk, annál többet emlegetem. A sárkányok táncának első sárkányharcát nem nevezhetjük annak, ugyanis Végár a fellegekből lecsapva egyszerűen ketté tépte Araxot. És ugye felmerül a kérdés, mégis mi történt Arax lovasával? Az attól függ. Arax összetörve zuhant alá, a fejét és a nyakát 3 nap múlva mosta ki a víz a viharvég alatti szikláknál, nagy lakomájára a rákoknak és sirályoknak. Lucerys herceg testét is kivetette a tenger. Arax összetört testét elnyerte az öböl vihartépászta vize. Feje és nyaka 3 nap múlva sodródott partra a viharvég alatti sziklákon. Pompás lakomát kínálva a sirályok és rákok számára. A herceg 14 éves volt, teteme sosem került elő. Amennyiben a legfrissebb információkkal dolgozunk, akkor erős a gyanú, hogy Lucerys Velaryon a sárkányával Araxal együtt meghalt.
Aemon Targaryent elnevezték rokongyilkosnak, és ironikus, de a saját rokonai voltak azok, akik az ostobaságát megszenvedték. Ugyanis az történt, hogy Lucerys halálának híre eljutott Harrenholba. Daemon Targaryen levelet küldött Rhaenyrának, amiben közölte, hogy fiút a fiúért. Apró érdekesség. Maga Daemon Targaryen volt az, aki a királyvárban található rendőrséget, az aranyköpenyeseket létrehozta. Az aranyköpenyesek jelentős része nagyon lényegre törően azt vallotta, hogy akárhogy is forgassák a köpenyüket, az mindig arany marad. Ez azt jelenti, hogy bárki is legyen a felettesük, ők mindig ugyanahhoz lesznek hűségesek. Daemonhoz. Az egyik a városi őrség őrmestere volt. Hatalmas termetű, brutális ember, aki elvesztette munkáját, mert részektombolásban agyonvert egy szajhát. A másik a Vörös Torony patkányfogójaként szolgált. Valódi nevüket nem őrizte meg a történelem. Ma a krónikák már csak vér és sajt néven emlegetik őket. Vér és sajt megbízása a következő. Másszanak fel Alicent királyné lakosztályába, ugyanis Aegon király felesége, Helena, a három gyermekükkel együtt minden este meglátogatják őt. Amikor Helena és a gyerekei megérkeztek, kaptak egy ultimátumot. Amint rájött, mire megy ki a játék, Helena királyné kérlelni kezdte támadóit, hogy inkább őt öljék meg. A feleség nem fiú, fiúnak kell lennie. Sajt figyelmeztette a királynét, hogy válasszon, mielőtt vér elunja magát és megerőszakolja a kislányt. Válasz, különben megöljük mindet! A térden állva könyörgő, zokogó Helena végül kisebbik fiát, Maelort nevezte meg. Talán azt gondolta, a fiú még túlságosan fiatal ahhoz, hogy megértse, vagy mert az idősebbik, Jaehaerys, Aegon király elsőszülöttje és örököse volt, a vastrón várományosa. Hallottad, kölyök? Suttogta sajt Maelornak. Édesanyát holtan akar látni. Rávigyorgott vérre, a behemót pedig egyetlen suhintással levágta Jaehaerys herceg fejét. Meglepő, de vér és sajt Jaehaerys lefejezését követően távoztak. Helena királyné fizikailag túlélte, de lelkileg meghalt. Az a tudat, hogy halálra ítélte a saját fiát, olyan szinten felemésztette, hogy a maradék gyerekeit el kellett tőle venni, és attól fogva a nagyanyjuk nevelte őket. Amúgy ha azt mondanád, hogy ez meglehetősen kegyetlen volt, ettől lesz még durvább is. Nagyon lényeges, hogy a sárkányok táncában rengeteg a, nevezzük úgy, hagyományos csata. Ezeknek a jelentős részét teljesen kihagyjuk, ugyanis a háttérinformáció és az azokban szereplő karakterek ismeretének hiányában semmi értelmük nincs. Eleinte mindkét trónkövetelő a Targaryen ház háromfejű, fekete-vörös sárkányát használta lobogóján, de hódítás után 129 végére mind Aegon, mind Rhaenyra eltértettől, hogy megkülönböztessék követőiket ellenségeiktől. A király lobogóján a vöröset arany váltotta, sárkánya Sunfire ragyogó pikkelyeinek nyomán, míg a királynő a Targaryen címer mellé az Arryn és Velaryon ház címereit emelte. Anyja és első férje családjának tiszteletére. Második Aegon segítője ekkoriban Sir Otto Hightower, Alicent Hightower apja. A lényeg abban rejlik, hogy Aegon király Harrenhal elvesztésének hírére rendkívül türelmetlen lett, és azt követelte a segítőjétől, hogy tegyen valamit. A segítő megígérte neki, hogy valamit tenni fog. Sir Otto Hightower úgy gondolta, hogy a Velaryon flotta elpusztítása és a királyvárral szembeni tengeri blokád feloldása elsődleges fontosságú. Tehát az egyetlen megoldás az, hogy a háborút kiterjeszti Essosra is. Tyrosh, Lys és Meer beavatkozása még várat magára, de a késlekedések következtében Aegon király azt mondta, hogy Sir Otto teljesen inkompetens, és választott magának egy új segítőt, aki nem más, mint Sir Criston Cole. Criston Cole kijelentette, hogy a nyílt háború az nem kifizetődő, következésképpen maradjanak a sötétben. A királyi testőrségben volt kettő ikertestvér, Sir Eric és Sir Arik. Ők ketten ikertestvérek lévén olyan durván hasonlítottak egymásra, hogy senki nem tudta őket megkülönböztetni.
Kriston Cole tisztában volt ezzel, és a terve pusztán annyi, hogy a kígyónak le kell vágni a fejét. Sir Arik küldetésének valódi céljáról a mai napig viták dúlnak. Minden gond nélkül partot ért, újra magára öltötte páncélját és fehér köpenyét, majd Kriston Cole tervének megfelelően sikeresen bejutott a kastélyba. Ám miközben a királyi lakosztály felé tartott, az istenek Sir Ariket vetették az útjába, aki azonnal tudta, hogy mi áradban van testvére. A dalnokok szerint, miközben Sir Arik kivonta kardját, azt mondta: "Szeretlek testvérem." Amire a saját pengéjét előhúzó Sir Arik így válaszolt: "Én is téged, testvérem." Csak tehetetlenül tudták szemlélni a viadalt, miután egyikük sem tudta megkülönböztetni a két lovagot. Végül mind Sir Arik, mind Sir Arik halálos sebet ejtett a másikon, és egymás karjaiban haltak meg, könnyezve. Sir Arik és Sir Arik története azért számít különlegesnek, mert hogy a tűz és vér megjelenéséig fogalmunk sem volt arról, hogy konkrétan mi történt velük. Sir Kriston Cole terven nem sikerült, így hát a következő célpontja Varjó pihenő. A várral kapcsolatban túl sok mindent nem kell tudni, azonban az ott lezajlott csata meglehetősen fontos. A vár tulajdonosa, Stoughton úr, királynőpárti volt, és mivel hatalmas túlerővel kellett szembenéznie, segítség reményében hollót küldött sárkánykőre. 9 nappal azután, hogy Stoughton úr elküldte üzenetét, a tenger felől bőrszárnyak suhogása hallatszott. És a város fölött megjelent Maelys, avagy a Vörös Királynő, hátán acél és rézpáncélban Rhaenys Targaryen ült, a sosem volt királynő. Sir Kriston Cole nem esett kétségbe, Aegon segítője épp erre számított. Maelys elbömbölte magát, orrából füst csapott ki. Válaszként újabb üvöltés harsant fel. Aegon király érkezett Sunfire, az aranyló hátán, valamint testvére Aemond Végárral. Kriston Cole csapdát állított, és Rhaenys bekapta a csalit. Mindenképpen érdemes kiemelni, hogy Maelysnek semmi esélye nem volt, de a tengeri kígyó felesége úgy döntött, hogy harcolni fog. A harc végeredménye a következő. Maelys elpusztult, a zuhanástól összeroncsolódott, és a földön széttépték. Sunfire, a felséges aranyszörnyeteg egyik szárnya félig leszakadt, míg királyi lovasa a bordáit törte, és több helyen megégett. A bal karja járt a legrosszabbul. A sárkánylánk olyan forrósággal égett, hogy a király páncélja ráolvadt a bőrére. Második Aegon király nem halt meg, bár égési sérülései olyan fájdalommal jártak, hogy egyesek szerint imádkozott a halálért. Később valószínűleg Rhaenys Targaryen tetemét találták meg sárkánya maradványai között, de annyira összeégett, hogy senki nem tudta azonosítani. Corlys Velaryon nagyúr hűséges felesége, anya és nagyanya, a sosem volt királynő félelem nélkül élt, és végül vérben és tűzben halt meg. Ezen a ponton tehát az történt, hogy a feketék elvesztettek 2 sárkánylovast, illetve 2 sárkányt is. Ami nagyon fontos, Sunfire, a király sárkányának egyik szárnya, majdnem teljesen leszakadt, következésképpen képtelen volt repülni. A zöldek azt mondták, hogy a sárkány felépülését várva egyszerűen ott hagyják, és minden nap visznek neki ételt. Második Aegont időközben visszavitték királyvárba, és fogalmazzunk úgy, hogy örült, ha lélegzett. Kriston Cole azt mondta, hogy a felépüléséig szükség van egy ideiglenes királyra, mégpedig az öccsére, Aemond hercegre. Így is lett. Mindeközben a feketék kitervelték, hogy Daemon és Rhaenyra fiait, Viserys-t és Aegont minden áron biztonságban kell tudni. Ez elméletben azt jelenti, hogy a Velaryon flotta egy része átviszi őket Pentosba. Mindeközben a sárkányokat felhasználva elfoglalják királyvárat. Ifjabb Aegonnak ekkor már volt egy sárkánya, nevezetes Viharfelleg, az apró Viserysnek pedig egy tojása. A Targaryeneknél az volt a szokás, hogy az újszülött gyerekekhez a bölcsőbe beleraktak egy sárkánytojást. Ennek az volt a lényege, hogyha a sárkány és a lovasa szó szerint együtt növekednek, a köztük kialakult kötelék elképesztően szoros lesz.
Jacaerys herceg, Rhaenyra legidősebb fia kitalálta, hogy a jelenleg sárkányként tartózkodó betöretlen és lovas nélküli sárkányoknak lovast kell találni. Intézett egy felhívást, miszerint amennyiben valaki képes meglovagolni egy sárkányt, az kapni fog pénzt, földet, 600-as Opel vezérműszíjat, meg ilyesmit. Az átlagemberek azt vallották, hogy a Targaryenek közel vannak az istenekhez. A középkorban volt egy szokás, az első éjszaka joga, aminek az a lényege, hogy adott földesúr magának követelhette a friss menyasszony szüzességét. A Targaryenek a friss menyasszony legnagyobb örömére előszeretettel alkalmazták ezt, és az első éjszaka jogából születendő Targaryen fattyakat úgy nevezzük, hogy sárkány magvak. Vagy csak simán magvak. A sárkányok nem lovak, nem könnyen engednek embert a hátukra, és ha feldühödnek vagy fenyegetve érzik magukat, támadnak. 16-an vesztették életüket, miközben megpróbáltak sárkánylovassá válni. 3-szor annyian megégtek vagy megnyomorodtak. Ám tengeri köd, vermitor és ezüstszárny már hozzászoktak az emberekhez, és jobban eltűrték a jelenlétüket. Miután korábban már betörték őket, könnyebben elfogadták új lovasaikat. Vermitor, az öreg király sárkánya fejet hajtott egy kovács fattya, a Pöröly Hugh névre hallgató óriás előtt, míg ezüstszárnyat egy fakóhajú gyalogos katona, fehér Ulf ülte meg. Ami az egykor Lénor Velaryont hordozó tengeri ködöt illeti, ő egy 15 éves, burokparti Edem nevű fiút fogadott a hátára. Edem és egy évvel fiatalabb öccse Alin, egy hajóács csinos lánya, Marilda fiai voltak. Aki csak megpillantotta őket, azonnal tudta, hogy Edem és Alin sárkánymagvak voltak. Nem sokkal azután, hogy Edem először felrepült tengeri köddel, Corlys nagyúr már kérvényezte is Rhaenyra királynőnél, hogy vegyék le a fiúról és testvéréről a fattyak bélyegét. Burokparti Edem, a fattyú, így lett Edem Velaryon, hullámtörő örököse. Birkatolvajt könnyebben elő lehetett keríteni, de továbbra is komisz természetű vadbestia maradt, és több sárkány maggal végzett, mint a három házi sárkány összesen. Az egyik vállalkozó, aki meg akarta szelidíteni, burokparti Alin volt. Hosszú életének legvégéig hátán és lábán viselte ennek a találkozásnak az emlékét. A barna sárkányt végül egy 16 éves, apró barna lány ravassága és kitartása kényszerítette térdre. A lány minden reggel vitt neki egy frissen levágott birkát, míg végül birkatolvaj elfogadta őt. Munkun csalán néven örökítette meg ezt a valószínűtlen sárkánylovast. Bármi is volt a neve, a fekete hajú, barna szemű, barna bőrű, gírhes, mocskos beszédű és koszos teremtés lett a sárkány első és utolsó lovasa. Miközben a feketék sikeresen megszereztek 4 új sárkányt, a Pentosba tartó ifjakat megtámadták. A Velaryon csatahajókat elsüllyesztették, azonban ifja Bégon a sárkánya viharfellek hátán sikeresen elmenekült. A probléma az volt, hogy az öccsét Viserist halottnak hitték. A hír a sárkány nyakába kétségbe esetten kapaszkodó Aegonnal együtt érkezett meg sárkánykőre. 9 éves volt, és még sosem repült. És soha többé nem is fog, mert viharfellek hasából számtalan nyilvessző állt ki, a nyakát pedig átlőtte egy dárdavető. Egy órán belül elpusztult. Viharfellek pusztulása azt jelenti, hogy a feketék immáron a harmadik sárkányukat is elvesztették. De semmi probléma, van 4 új. Mivel a feketék nem tudták, hogy Viserysszel mi történt, Rhaenyra legidősebb fia, Jacaerys úgy döntött, hogy bármi áron meg kell találniuk. Amikor Jacaerys herceg Vermax hátán lecsapott a liszigályák vonalára, dárdák és nyilvesszők zápora fogadta. Kigyulladt egy hajó, majd még egy. A szabadvárosok katonái azonban folytatták a harcot, amíg fel nem harsant egy kiáltás. Amikor felnéztek az égre, a sárkányhegy felől még több szárnyas árnyat láttak közeledni. Egy dolog szembeszállni egy sárkánnyal, de egészen más dolog öttel. Úgy tűnt, minden elveszett. És valóban, minden elveszett. Több egymásnak ellenmondó történet regéli el, hogy hogyan és miért pusztult el a sárkány.
Az egyik mérigája árbóc kosarában lévő tengerész megcsákjázta az alábukó Vermaxot. A csákja hegyek két pikkely közé hatolt, és a sárkány óriási sebessége még mélyebbre rántotta. A túlélők szerint megpróbált újra felemelkedni, ám beleütközött egy lángoló gályába. Az árbóc aláhullott, és a vadul küzdő sárkány belegabajodott a kötélzetbe. Vermax a hajóval együtt szállt a mélybe. Azt beszélik, hogy Jacaerys Velaryon időben leugrott a hátáról, és néhány pillantásnyi időre belekapaszkodott egy füstölgő roncsba. Ám a közelben lévő Miri hajó számszeríjászai észrevették. A herceget többször is eltalálták, végül az egyik vastüske átfúrta a torkát, és Jake alásüllyedt. A feljegyzések szerint a tengeri kígyó így fogadta a győzelmi gratulációkat. Ha ilyen a győzelem, akkor imádkozom, hogy soha többé ne győzzek. Na most a trónörökös, illetve Vermax elvesztése Rhaenyra bioritmusát elég rendesen felkavarta. A folyamatos veszteségek hatására szépen lassan elkezdett megőrülni. Nem egyik epizódról a másikra, hanem nagyjából másfél év alatt. Az egyik fia elvesztésétől megtört Rhaenyra Targaryen, mintha erőt merített volna másik fia bukásából. Jake halála megkeményítette, kiégette belőle a félelmeket, csak a haragot és a gyűlöletet hagyva meg. Még mindig több sárkánnyal bírt, mint féltestvére, és eltökélte, hogy használni is fogja őket, bármi áron. Aegonra és támogatóira tüzet és halált zúdít, közölte fekete tanácsával, és vagy letaszítja őt a vastrónról, vagy ő maga is elesik. Időközben a rokongyilkos Aemond herceg kitalálta, hogy a fő fenyegetés nem Rhaenyra, hanem a férje, Daemon. Ez nagyjából igaz is, tehát a terve az volt, hogy elfoglalják Harrenholt, megölik Daemont, meg a sárkányát Caraxist is, aztán mindenki boldog lehet, ugyanis majdhogy nem győztek. Daemon Targaryen túl öreg és tapasztalt harcos volt ahhoz, hogy csak üljön és hagyja, hogy beszorítsák a falak közé. A hercegnek még voltak barátai királyvárban, és unokaöccse tervének híre már Aemond indulása előtte eljutott hozzá. Amikor megtudta, hogy Aemond és Sir Criston Cole elhagyták királyvárat, állítólag nevetve kiáltott fel. Mindeközben volt egy mellékakció. A Fekete Tanács kitalálta, hogy a repülésre képtelen Sunfire-t, második Aegon sárkányát addig kell megölni, amíg van rá alkalmuk. Oda küldtek egy halom katonát, de mindannyian meghaltak. Amikor ismételten katonákat küldtek, hogy most már tényleg meg kell ölni, meglepődtek, ugyanis Sunfire eltűnt. Sunfire hol léte Rhaenyrát még véletlenül sem érdekelte, ugyanis végre valahára eljött a pillanat, hogy elfoglalja a trónját. Akármilyen erősek is voltak királyvár falai, a város alig egy nap alatt elesett. A sárkányok sorban érkeztek. Birkatolvaj Visenya hegyének tetejére telepedett. Ezüstszárny és Vermithor pedig Rhaenys hegyén, a sárkányverem mellett tereszkedett le. Daemon herceg többször is megkerülte a vörös tornyot, mielőtt Caraxisszel leszállt a külső udvaron. Miután meggyőződött róla, hogy a védők nem fognak ártani neki, jelzett feleségének, a Syrax hátán ülő királynőnek. Eden Velaryon odafent maradt, tengeri köddel a városfal körül járőrözött, hogy sárkánya hatalmas szárnyainak csapásaival figyelmeztesse a lentieket. Bármilyen ellenállást tűzzel fog megtorolni. A testvérgyilkos meglehetősen felelőtlen volt, ugyanis annyira fontosnak hitte Daemon meggyilkolását, hogy királyvárat teljesen védtelenül hagyta. Emlékeztetőnek mondom, tehát Aemond Targaryen jelenleg királyi befolyással bír, ugyanis a bátyja második Aegon élet-halál között lebeg. A vörös toronyban Alicent királyné kapott egy ultimátumot. Vagy behódol, vagy elég. Természetesen behódolt, de attól még hozzátette, az egerek cincoghatnak, ha nincs otthon a macska. Aemond fia tűzzel és vérrel fog visszatérni.
Ha engem kérdezel, a zöldek legnagyobb gyengesége az volt, hogy az egyetlen ütőkártyájuknak Végárt tekintették. Hódító Aegon nővérének, Visenyának a sárkánya valóban kegyetlenül félelmetes volt, de egyszerre csak egy helyen lehetett. Minden esetre Rhaenyra számára adódott egy elég komoly probléma. A király második Aegon eltűnt. Nincs meg. A sárkányok táncában van egy úriember, akit nagyjából úgy kell elképzelni, mint kis ujjat. Nem a hetedik évadban szereplő szerencsétlen valamit, hanem az eredeti kis ujjat. A neve Larys Strong. Dongalábú Larys. Ő volt az, aki a Vörös Torony titkos alagútjainak egyikén kicsempészte a királyt. Hová? Mindjárt kiderül. Azonban, ha bár a királyt ki tudták csempészni, a Vas Trónt nem. Már felkelt a nap, amikor Rhaenyra királynő felállt és leereszkedett a lépcsőn. Amikor férjura démonherceg kivezette őt a teremből, ő felsége lábán és bal tenyerén vágásnyomok látszottak. Amerre ment, vércseppek hullottak a földre, és a bölcsebb emberek összenéztek, bár egyikük sem merte kimondani. A Vas Trón elutasította őt, és a rajta töltött napjai meg vannak számlálva. Tekintettel arra, hogy Rhaenyrát előszeretettel hasonlítják kegyetlen Maegorhoz, az úriember kapcsán érdemes tudni kettő dolgot. Az első az, hogy kegyetlen Maegor Westeros történelmében egy konkrét mértékegység. Adott ember kegyetlenségét az alapján lehet felbecsülni, hogy mennyire hasonlít Maegorra. Illetőleg az ő halála rendkívül híres, ugyanis maga a Vas Trón ölte meg. Amikor Aemond végre valahára elérte Harrenholt, szembesülnie kellett vele, hogy a feketék nincsenek ott. Királyvár elestének hírére kitalálta, hogy a Strongok, feltehetőleg Rhaenyra gyermeke is, mindannyian árulók. Emlékeztetőül Rhaenyra szeretője, Sir Harwin Strong volt, aki több mint valószínű, hogy az első három gyermekének az apja. A megoldás egyszerű, a Strong házat el kell pusztítani. Ne felejtsük el, hogy Larys Strong volt az, aki második Aegon királyt kicsempészte királyvárból. Egy szónak is száz a vége, dongalábú Larys, a Strong ház utolsó élő tagja, gyermektelenül fog meghalni. A Harrenholban tartózkodó zöldek a hogyan tovább kapcsán nem tudtak megegyezni, tehát ketté váltak. Aemond herceg Végár hátán belekezd egy személyes bosszúba, míg Criston Cole délnyugat felé indul, hogy csatlakozzon Daeron herceghez, aki időközben a sárkánya Tessarion hátán maga is tevékenykedett. Rhaenyra megőrülésének következő lépcsőfoka az volt, hogy létrehozta a saját inkvizícióját. Megbízta a lovagjait, hogy bárkit, akit ellenségnek ítélnek, haladéktalanul gyilkoljanak le. Mindezen felül a két új sárkánylovas, Pöröly Hugh és Fehér Ulf lovagi címet kaptak. Rhaenyrának szüksége volt pénzre, és az új pénzmesteret technikailag még a levegővételt is megadóztatta. A hatalmas adók következtében királyvár népessége nem lázadt fel, de amikor Rhaenyra saját inkvizíciójának híre ment, a bomba elkezdett ketyegni. Így módon töltötte meg kincstárát Rhaenyra királynő, ám azért óriási árat kellett fizetnie. A város népe soha nem szerette igazán sem Aegont, sem Aemondot, ezért sokan örömmel üdvözölték a királynő visszatérését. Ám a szeretet és a gyűlölet ugyanannak az érmének a két oldala. A lányból, akit egykor a birodalom örömének neveztek, mohó és bosszúálló nő lett, hasonló a legkegyetlenebb királyokhoz. Valaki elnevezte Rhaenyrát Csöcsös Maegornak, és a királyváriak körében a következő évszázadban a Maegor csöcseire elterjedt káromkodássá vált. Időközben egy teljesen random fogadóban megjelent egy utazó, illetve egy kisgyerek. Az utazó a királyi testőrség egyik tagja, Sir Rickard Thorne, a kisgyerek pedig második Aegon legkisebb gyereke, Maelor. Nagyon tömören az történt, hogy Rickard biztonságos helyre akarta vinni Maelort, de pontosan rossz irányba mentek. Sir Rickardot egy számszeríjász torkon lőtte, az apró Maelor pedig fogságba esett. Miután a hídon rengetegen voltak, Maelor Targaryen végzetéről rengeteg, egymásnak ellentmondó forrás született. Annyit tudunk biztosan, hogy a herceg már halott volt,
mire Caswell úrnő lovagjai élén szétkergette a csűrhét. A holdgyermek látványára az úrnő elsápadt és így szólt. Az istenek mindannyiunkat elátkoznak ezért. Sir Criston Cole Harrenhalból elindult seregét tönkreverték, őt magát pedig megölték. Mindeközben Aemond herceget a rokongyilkos mellett elnevezték a három folyó rémének is, ugyanis Végár hátán gyakorlatilag bármilyen logika nélkül minden létező falut felégetett. Sőt, még Harrenhalba is visszatért, és azt is felgyújtotta. Apró érdekesség, Harrenhal ezen a ponton nagyjából negyedjére égett le. Rhaenyra számára a legnagyobb fenyegetés jelen pillanatban a Hightower-ök óvárosból érkező serege, illetve az ő felderítőjük Tessarion és Daeron herceg voltak. Daeron hercegről tudni kell, hogy a bátyja tökéletes reciproka volt. Tisztességes, szerény és a végsőkig becsületes. A Hightower sereg közelettére a tengeri kígyó azt javasolta, hogy ideje lenne békét kötni. Rhaenyra nagyjából egyetértett, de a végén azt mondta, hogy a háború akkor fog véget érni, amikor az ellenségeinek fejével kidekorálta királyvárat. Daemon herceg a három folyóhoz repült Caraxisen, és vele tartott csalán is birkatolvaj hátán, hogy leszámoljanak Aemond herceggel és Végárral. Fehér Ulf és Pöröly Hugh Tumbletonba repülnek, mert az volt az utolsó hűséges erősség Hightower serege és a főváros között. Segítkezniük kellett a város védelmében, és végezni Daeron herceggel, illetve Tessarionnal. Királyvárat azonban nem lehetett védtelenül hagyni. Rhaenyra királynő ezért ott maradt a városban Syrax-szal, valamint fiaival, Aegonnal és Joffreyval, akiknek az életét nem akarta kockára tenni. A kis híján 13 éves Joffrey nagyon szeretett volna bizonyítani harcosként, de ünnepélyes esküdtett, hogy támogatja anyját. Eden Velaryon, a tengeri kígyó örököse szintén a városban maradt tengeri köddel. A terv az volt, hogy a királynő seregének, ha bár kétszeres túlerővel kellett szembenéznie, a Hightower sereget egyszer s mindenkorra elpusztítják. Ez elméletben teljesen jól hangzik, de volt egy kis gond. A Tumbletoni árulás néven ismerté vált események hogyanja, mikorja és miértje máig vitatárgyát képezik. Úgy tűnik, a Hightower sereg elől a városba menekülők egy része igazából a támadókhoz tartozott. Azért küldték előre őket, hogy beépüljenek a védők közé. Azonban még így sem számított volna sokat, ha Sir Fehér Ulf és Sir Pöröly Hugh nem ezt a pillanatot választják a köpönyek fordításra. Királyvár elfoglalása után ugyan lovaggá ütötték őket, ám ők úri címre vágytak, és megaláztatásként élték meg a Rhaenyra királynő által nekik adományozott szerény méretű birtokokat. Minden bizonnyal abban reménykedtek, hogy második Aegontól busásabb jutalmat kaphatnak, amennyiben visszasegítik a vastrónra. Mivel egyikük sem tudott írni-olvasni, valószínűleg soha nem tudjuk meg, mi késztette a két árulót cselekedeteikre. A Tumbletoni csatáról azonban sokat tudunk. Az első Tumbletoni csata nem nevezhető csatának, hiszen egy komplett mészárlás volt. Rhaenyra hűséges katonáit egytől egyig levágták. Ráadásul a zöldekhez csatlakozott két áruló elképesztő előnynek számított. Mindeközben Daemon és csalán lázasan kutattak. Az volt a probléma, hogy Végár és Aemond herceg támadásaiban abszolút semmi logika nem volt, tehát a keresésükre induló feketék nem tudták, hogy hogyan folytassák. Daemon szigorúan megtiltotta, hogy csalánnal szétváljanak, és olyannyira megtiltotta a szétválást, hogy időközben szeretőkké váltak. Daemon Targaryen nagyon kedvelte a nőket. Rhaenyra tisztában volt ezzel, sőt, ő maga adott neki engedélyt arra, hogy szeretőket tartson. Mondhatnánk azt is, hogy Daemon és Rhaenyra házassága ekkor már csak névlegesen létezik. Mindeközben történt kettő apróság. Az egyik az, hogy sárkánykőre befutott egy kereskedő hajó, a másik az, hogy sárkánykő fölött kettő sárkány harcolt. A Tumbletoni árulás híre elérte királyvárat. Rhaenyra azon nyomban lezáratta a várost, viszont a tanácsadói elkezdték hergelni.
A mondani valójuk lényege az volt, hogy valójában minden fattyú áruló. Egyedül Corlys nagyúr és Gerardis nagymester kelt a sárkánymagvak védelmére. A nagymester emlékeztetett rá, hogy csalán és szeredem hűtlenségére nincs semmi bizonyíték, és bölcs dolog lenne megbizonyosodni arról, mielőtt döntést hoznak. Corlys nagyúr továbbment. Kijelentette, hogy Sir Adam és testvére Alin igazi Velaryonok, hullámtörő, méltó örökösei. Ami a lányt illeti, lehet, hogy koszos és rossz természetű, de a garatnál lezajlott csatában bátran harcolt. Ezen a ponton Rhaenyra királynő üldözési mániás lett, tehát kiadott kettő parancsot. Az első az volt, hogy a sárkányveremben tartózkodó Adam Velaryont tartóztassák le, ugyanis meg kell bizonyosodniuk arról, hogy valóban hűséges. Azonban elkéstek. A tengeri kígyó segítségének köszönhetően Adam Velaryon tengeri köt hátán elrepült. A Tumbleton járulás híre az utcákon is terjedt. Királyvár népessége rettegni kezdett, ugyanis ha sárkány harcol sárkánnyal, akkor ott minden el fog pusztulni. Ekkor történt az, hogy királyvár söpredéke közül kiemelkedett egy férfi. Nem tudjuk honnan érkezett, és a neve sem maradt ránk. A prédikációit hallók csupán pásztorként ismerték. Bárki vagy bármi is volt, a félkezű pásztor rosszindulatú szellemként emelkedett fel, majd halált és pusztulást hívott Rhaenyra királynő fejére. A sárkányok természetellenes lények, hirdette a pásztor. A hét pokol vermeiből idézték meg őket Valíriában, sötét varázslatokkal. Ama mocskos pöcegödörben, ahol a fivérek nővérekkel feküdtek össze, az anyák fiaikkal, ahol a férfiak démonok hátán indultak csatába, míg az asszonyok kutyákkal üzekedtek. A hamis királyt és a szajha királynőt le kell taszítani minden művükkel együtt, és démonjaiknak pusztulniuk kell a föld színéről, mennydörögte a pásztor. Minden mellettük állónak is vesznie kell, csak a sárkányok és gazdáik pusztulása révén kerülheti el Westeros Valíria sorsát. Mondanom sem kell, amikor a borzalmas adóktól szenvedő, éhező népességnek felkínált egy pogromot, királyvárban kitört a káosz. Időközben Tumbletonban úgy szintén problémák voltak. Először is a seregnek nem volt vezetője. A haditanácson azt javasolták, hogy a sereg vezetője teljesen egyértelműen Daeron herceg legyen. Ez eddig rendben is van. Fehér Ulf, a két áruló egyike, a fejébe vette, hogy a lovagi cím kevés neki, tehát égi kertet akarja. Az áruló bajtársa, Pöröl Hugh, ezt megduplázta, és kijelentette, hogy ő Westeros jogszerinti királya. A jogszerintit úgy kell érteni, hogy mivel az ő sárkánya volt Vermithor, az életben lévő sárkányok egyik legnagyobbika, a dolog magától értetődik. Mindeközben a szűztóban vendégeskedő démon és csalán meglepetésére érkezett egy holló. Az üzenet tartalma tömören annyi, hogy a jelenleg ott vendégeskedő démon Targaryent azonnyomban küldjék vissza királyvárba, illetőleg a csalán névre hallgató leányt valamilyen módon öljék meg. Mindössze annyit tudunk, hogy a 22 esztendős fiatal mester aznap este vacsoraidőben felkereste démonherceget és csalánt, és megmutatta nekik a királynő levelét. Bocsáss meg nekem, hercegem, mondtam, megszegtem mesteri eskümet. Szavaim nyomán a herceg eltette kardját, és így szólt. Rossz mester, de jó ember vagy. Megkérte, hogy távozzak, és másnapig ne szóljak senkinek. Démon Targaryen csak annyi időre tért vissza a kastélyba, hogy elköltse reggeliét Mouton úrral. Most látsz utoljára, közölte a nemessel. Köszönöm a szívélyességedet. Terjeszd el a hírt a vidéken, hogy Harrenholba repülök. Ha Aemon unokaöcsém szembe mer nézni velem, ott fog megtalálni. Egyedül leszek. Démon valóban egyedül volt, hiszen csalán és a sárkánya birkatolvaj előző este eltűntek. Nyilvánvalóan elmondom, hogy mi történt velük. Elrepültek a völgybe, és a hegyi klánok legnagyobb örömére találtak maguknak egy barlangot. Apró érdekesség, a hegyi klánok egyikét úgy nevezik, hogy megégetettek.
A megégetettek rendkívül boldogok voltak, ugyanis Birka tolvajt elkezdték egyfajta istenként tisztelni. Az ők lányukban az volt a módi, hogy amennyiben valaki megízlelte Birka tolvaj lehelletét, akkortól fogva férfinak számított. Visszatérvén a lényeghez, Daemon Targaryen párbajra hívta Aemondot. Daemon hátasa volt Caraxes, Aemon hátasa volt Végár. Kettejük között volt egy rövid párbeszéd, aminek tömören az volt a lényege, hogy Daemon Targaryen túl sokáig volt életben. Ezzel mind a ketten egyetértettek. Daemon herceg gyorsan emelkedett Caraxes-szel, acélhegyű korbácsával ösztökélte hátasát, amíg el nem tűntek a felhők között. Az idősebb és sokkal nagyobb Végár puszta méreténél fogva lassabban repült, amíg ki nem ért az Isten szemtó fölé. A támadás hirtelen érkezett, akár egy villámcsapás. Caraxes éles, mérföldekre elhallatszó sikollyal csapott le Végárra, Aemond herceg vakoldaláról, a napkorong irányából. A vérfajzat állkapcsa összezárult Végár nyakán, fekete fogai mélyen a nagyobb sárkány húsába vájtak. Miközben Végár karmai felhasították a hasát, és fogai letépték az egyik szárnyát, Caraxes tovább mélyítette a sebet, de a tó felszíne már ijesztő sebességgel közeledett. A legendák szerint ekkor történt, hogy Daemon Targaryen herceg átlendítette lábát a nyergen, és egyik sárkányról átugrott a másikra. Kezében sötét nővért, Visenya királyné kardját tartotta. Miközben félszemű Aemond rémülten babrált a nyereg rögzítő láncaival, Daemon letépte a sisakot unokaöccse fejéről, és beledöfte pengéjét vak szemébe, olyan erővel, hogy a kard hegye az ifjú herceg tarkójából bukkant elő. A sárkányok a következő pillanatban becsapódtak a vízbe, és olyan gejzírt fakasztottak, melynek magassága állítólag a királymágja tornyáival vetekedett. Ilyen zuhanást sem ember, sem sárkány nem élhetett túl, állították a halászok, akik végignézték a csatát. Nem is élt. A hódítás utáni 130. esztendő 5. holdjának 22. napján történt, hogy a sárkányok táncoltak és meghaltak az Isten szem fölött. Daemon Targaryen 49 esztendős volt, Aemond herceg éppen csak betöltötte a 20-at. Végár, a legnagyobb Targaryen sárkány, Balerion, a fekete iszonyat halála óta 181 évet élt meg. Így távozott az utolsó élő lény Aegon hódításának idejéből, miközben az alkony és a sötétség elnyelte Fekete Harren elátkozott székhelyét. Olyan kevesen látták a történteket, hogy jó időbe telt, mire Daemon herceg utolsó csatájának híre ment. A királyvárban kialakult káosz, illetve a pásztor prédikációja még nagyjából kezelhető volt. Egészen addig, amíg az egyik este Helena Targaryen öngyilkos lett. A halálával kapcsolatban azt kell tudni, hogy több mint valószínű kiugrott az ablakon, de királyvár népessége rögtön kitalálta a számukra elfogadható verziót, miszerint Helena Targaryen nem kiugrott, hanem kilökték. Helenát még véletlenül sem nevezhetjük ellenségnek, egy mozgó hulla volt. Azonban királyvár népessége úgy gondolta, hogy a zsarnok Csöcsös Maegor hatalmának még aznap este véget kell vetni. Révén Targaryenekről beszélünk, az ő hatalmuk a sárkányaikban rejlett. Tehát ha nincs sárkányuk, akkor nincs hatalmuk sem. Királyvárban egykoron volt egy egészen lenyűgöző építmény, amit úgy neveztek, hogy sárkányverem. Ezt úgy képzeld el, mint egy sziklába vájt, kupolával rendelkező hatalmas istállót. A sárkányveremnek saját őrsége is volt, a rendkívül kreatív sárkányőrség, akik mindösszesen 77-en voltak. A pásztor szavain felbuzdulva, az aranyköpenyesek jelentős részét darabokra tépték. Rhaenyra utolsó kétes származású fia, Joffrey herceg könyörgött neki, hogy Syrax hátán védjék meg a sárkányvermet. Rhaenyra megparancsolta neki, hogy maradjon nyugton. Annyira féltette, hogy a halálba kergette. Joffrey hercegnél betelt a cérna és elszakadt a pohár. Felült az anyja sárkányára, és elindult a sajátja felé. Igen ám, de ekkor katasztrófa történt. A sárkányok nem lovak, amiket bárki megülhet, aki nyerget dob a hátukra. Syrax a királynő sárkánya volt, sosem ismert más lovast.
Bár Geoffrey herceg látványához és szagához már hozzászokott, és nem zavarta, hogy a fiú a láncaival matat, a nagy, sárga nőstény sárkány egyáltalán nem vágyott rá, hogy fel is üljön a hátára. Geoffrey azonban sietett, nehogy valaki megállítsa, és nyereg vagy korbács nélkül pattant fel Syraxra. Amint a levegőbe emelkedett, Syrax átfordult, hogy megszabaduljon kéretlen lovasától. Bolha vég felett 60 méterrel a herceg lecsúszott a sárkány hátáról. Először egy meredek tetőnek csapódott neki, majd onnan újabb 15 métert zuhant a törött cserepek záporában. A források szerint eltört a gerince, az éles cserépdarabok késként álltak a testébe, és még saját kardja is átdöfte a gyomrát. Geoffrey herceg halála közben a sárkányveremnél kitört a mészárlás. A sárkányőrök meggyilkolását követően királyvár népessége elképesztően vakmerő lett. A sárkányveremben aznap este 4 sárkány volt. A támadók arra számítottak, hogy esetleg álmukban meg tudják őket lepni, de hamar ráébredtek, hogy mind a 4 ébren vannak. Nincs 2 leírás, amelyik megegyezne abban, hány férfi és nő halt meg aznap éjjel a sárkányverem kupolája alatt. 200 vagy 2000. Minden halottra jutott 10 összeégett túlélő. A veremben csapdába esett, falakkal és kupolával körbezárt, nehéz láncokkal megbékjózott sárkányok nem repülhettek el. Ehelyett agyarral, fogakkal és karmokkal harcoltak. Ide-oda forgolódtak, akár a bikák, bolhavék patkányvermeiben. Csak hogy ezek a bikák tüzet fújtak. Srikosz volt az első, egy favágú Hob nevű férfi ölte meg, aki felugrott a hátára, és fejszéjét a szörnyetek koponyájába vágta. Morgult, a beszámolók szerint a lángoló lovag ölte meg. Egy hatalmas termetű, nehéz páncélt viselő férfi, aki dárdával a kezében egyenesen belerohant a tűzcsóvába. Fegyverét többször is beledöfte a sárkány szemébe, miközben a lángok megolvasztották a vértjét és elemésztették a húsát. Geoffrey herceg Tyraxise visszahátrált a barlangjába, és oly sok reménybeli sárkányölőt sütött meg, hogy a bejárat hamarosan átjárhatatlanná vált a holttestektől. Csak hogy ezeknek a mesterséges üregeknek 2 bejáratuk volt. Egyik a homokverem, másik a hegyoldal felé. Maga a pásztor vezette népét a hátsó ajtó áttörésére. Fél tucat férfi és egy nő állította később, hogy ő mérte a végzetes csapást a szörnyetegre. A veremben élő 4 sárkány közül az utolsó nem adta magát ilyen könnyen. A legenda szerint Dreamfire, Helena királyné halálakor 2 láncát is eltépte. Tyraxis, Srikosz és Morgul rengeteg emberrel végeztek, ehhez kétség sem férhet. De Dreamfire többet ölt meg, mint a másik 3 összesen. A sárkány 2-szer repült a verem nehéz bronzkapujához, de mindannyiszor zárva és eltorlaszolva találta. A sebektől eszét vesztett, félvak Dreamfire széttárt a szárnyát, és utolsó kétségbeesett kísérletként neki repült a kupola tetejének, hogy megpróbáljon kitörni a szabadba. A sárkánylángtól már meggyengült tetőszerkezet megrepett a becsapódás erejétől, és egy pillanat múlva a kupola fele beomlott, több tonnányi kődarab és törmelék alá temetve a sárkányt és a sárkányölők hordáját. A sárkányverem ostroma ezzel véget ért. 4 Targaryen sárkány pusztult el, bár az ostromlók félelmetes árat fizettek. Nem tudni, hogy miért, feltehetőleg a honfitársai kétségbe esett küzdelmén felbuzdulva, de Rhaenyra még életben lévő sárkánya szintén harcolni akart. Syrax halálával kapcsolatban az igazság soha nem derült ki, de az bizonyos, hogy nagyon sok embert magával vitt. 5 sárkány és Geoffrey herceg halálának hírére Rhaenyra és a maradék tanácsadói egyetértettek abban, hogy királyvár elveszett. Mindenképpen menekülniük kellett, de mégis hová? Az egyetlen biztos hely mindenki számára nyilvánvaló volt, sárkánykőre. Rhaenyra menekülések közben Tumbletonnál is történtek dolgok. A második Tumbletoni csata meglehetősen gyors volt, de legalább annyira eseménydús. Először is, mint említettem, Fehér Ulf és Pöröly Hugh, az áruló magvak kitalálták, hogy ők sokkal többet érdemelnek holmi lovagi címnél.
Az ott táborozó nemesek létrehoztak egy titkos társaságot, aminek az volt a célja, hogy a két árulót eltegyék láb alól. Ezen a ponton három sárkányuk volt. Tessarion, Daeron herceg sárkánya. Vermitor, pörölj Hugh hátasa, illetve ezüst szárny, fehér Ulf sárkánya. Az összeesküvők terve az volt, hogy Daeron herceg és Tessarion bőven elegendők lesznek királyvár visszavételére. Tehát a két árulót megölik, aztán a két sárkányukat megpróbálják ők maguk megülni. Két nappal később, éppen azon a napon, amikor a súlymok le akartak csapni, Tumbletont üvöltések és sikolyok ébresztették. A város falai alatt lángolt a tábor. Észak és nyugat felől páncélos lovagok vágtattak elő, mindent elpusztítva, ami az útjukba került, az égből pedig nyilvesszők záporoztak. Ráadásul egy ádász, félelmetes sárkány is előbukkant valahonnan. A sárkány tengeri köd volt, lovasa pedig Ser Eden Velaryon, aki bizonyítani akarta, hogy nem minden fattyú szükségképpen köpönyekforgató. A második Tumbletoni csata közben történt három lényeges dolog. Az egyik az, hogy pörölj Hugh-t nemes egyszerűséggel megölték. A másik, hogy Daeron hercegre rágyújtották a sátrát, és vagy abban, vagy annak az elhagyása közben élve elégett. A harmadik, és egyben legfontosabb, hogy ezekről a történésekről Eden Velaryon nem tudott. Eden Velaryon sárkánya, tengeri köd, és az ekkor már halott Daeron herceg sárkánya, Tessarion összecsaptak. Csak hogy ez a küzdelem elég különleges volt. Egyikük sem akart támadni. Mind a kettő sárkány nekilendült, és az utolsó pillanatban félrehúzódtak. A két sárkány egyre magasabbra szárnyalt. Viadalukat több százan figyelték Tumbleton háztetőiről. Valaki később azt mondta, küzdelmük sokkal inkább hasonlított násztáncra, mint valódi harcra. Talán az is volt? A tánc akkor ért véget, amikor Vermitor üvöltve a levegőbe emelkedett. A harcmezőn tartózkodó négy sárkány közül egyedül tengeri ködnek volt lovasa. Ser Eden Velaryonnak a két áruló és sárkányaik elpusztításával kellett bizonyítani a hűségét. És az egyik pontosan ott volt alatta, azokat az embereket támadta, akik csatlakoztak hozzá ebben a harcban. Kötelességének érezte megvédeni őket, bár a szíve mélyén tudta, hogy az idősebb sárkánynak tengeri köd nem lehet ellenfele. Tengeri köd halt meg elsőként, amikor Vermitor fogai összezárultak a nyakán, és letépték a fejét. A bronz sárkány ezután trófeájával együtt megpróbált felemelkedni, de cafatokra tépett szárnyai nem bírták el a súlyát. Egy perc múlva összeesett és kimúlt. Tessarion, a kék királynő, egészen alkonyatig húzta. A sárkánya mellett holtan talált, Ser Eden Velaryon szétzúzott holttestét, Alin visszavitte hullámtörőre. Sírjára egyetlen szót véstek. Hűséges. Fehér Ulf, a másik köpönyekforgató halálát nem nevezhetjük hősiesnek, ugyanis megmérgezték. A sárkánya ezüst szárny nem halt meg, hanem egy közeli tó közepén fészket rakott, aztán boldogan élt, amíg nem tudjuk, hogy mi történt vele. Azonban ami sokkal fontosabb, hogy Ser Eden Velaryon önfeláldozásáról Rhaenyra soha nem szerzett tudomást. Ugyanis, habár sikeresen megérkeztek sárkánykőre, a fia, ifjabb Aegon észrevette, hogy az erőd falán van egy szokatlan dísz. A helyőrség korábbi kapitányának hullája. A fiú, a királynő és az udvarhölgyek lándzsa hegyekkel a hátuk mögött léptek be sárkánykő kapuján, ahol szembe találták magukat egy halott emberrel és egy haldokló sárkánnyal. Sunfire pikkelyei továbbra is vert aranyként csillogtak a napfényben, de ahogy az udvar kövein hevert, egyértelmű volt, hogy a Westeros egét valaha átszelő legfenségesebb sárkány csupán egy roncs. Ahogy Rhaenyra, úgy biztosan mindenki más is felteszi a kérdést. Mi történhetett? Kérlek szépen, az történt, hogy amikor Larys Strong, a jelenlegi kisúj kicsempészte a királyt, elküldte sárkánykőre, hiszen mégis kikeresné ott. Ezen kívül második Aegon sárkánya, Sunfire minden erejét összeszedte, és nagy nehezen elrepült hozzá. Ha még emlékszünk, említettem, hogy sárkánykő fölött két sárkány harcolt.
Az egyik Sunfire volt, a másik holttáncos, Daemon Targaryen egyik lánya, Baela Targaryen sárkánya. Sunfire valamilyen csoda folytán végzett vele, de a fiatal és nem kevésbé elszánt hölgyet megkímélték. Ha nem lenne elég az, hogy Aegon már alapjáraton darabokban volt, a két sárkány küzdelmekor kiesett a nyeregből és mindkét lábát eltörte. A halott ember azt jelenti, hogy második Aegon úgy nézett ki, mint egy élő hulla. Nem tudott járni, de még állni sem, ezért székben vitték a korláthoz. A varjú pihenőnél eltörött csípőcsont miatt Aegon teste elhajlott és megtört. Egykor jóképű arca felpüffett a mágtejtől. Teste felét égés nyomok borították. Rhaenyra ennek ellenére azonnal felismerte. Drága fivérem! Reméltem, hogy meghaltál. Csak utánad, felelte Aegon. Te vagy az idősebb. Örömmel tölt el, hogy még emlékszel rá. Úgy tűnik, foglyok vagyunk, de ne gondold azt, hogy ez sokáig fog tartani. Hűséges nemeseim rám találnak. Talán, már ha a hét poklot is átkutatják. A király intésére emberei elszakították Rhaenyrát a fiától. A többi jelenlévő nemes és lovag nem tett kifogást, amikor második Aegon király a sárkánya elé vetette nővérét. Sunfire először mintha észre sem vette volna a felajánlást, de aztán Broom a tőrével megkarcolta a királynő mellét. A vérszaga már felkeltette a sárkány figyelmét. Először megszaglázta ő felségét, aztán lángfürdőt adott neki, de olyan váratlanul, hogy Rhaenyra Targaryennek csak arra maradt ideje, hogy arcát az ég felé fordítva egy utolsó átkot sikolcson. Sunfire állkapcsa összezárult körülötte, letépve karját és vállát. Az aranysárkány hat harapással eltüntette a királynőt, csak a bal lábszárát hagyta meg, az idegennek. Ifja Aegon, a királynő fia döbbenten figyelte a jelenetet, mozdulni sem tudott. Rhaenyra Targaryen, a birodalom öröme, a fél éves királynő 33 éves volt. Rhaenyra Targaryen halálával a sárkányok tánca hivatalosan véget ért, de az abból kibontakozó hagyományos háború még közel sem. Ami nagyon lényeges, hogy az ifjabbik, nem sokára harmadik Aegon végignézte az anyja halálát, és habár fizikailag nem esett bántódása, lelkileg és mentálisan meghalt. Természetesen nem nehéz megjósolni, hogy egy lelkileg és mentálisan halott emberből mégis milyen király fog válni. Ezen kívül, ami még fontos, hogy Daemon és Rhaenyra másik fia, Viserys úgy szintén túlélte, és az egykori fattyú Alyn Velaryon lesz az, aki sikeresen megtalálja és hazahozza őt. A háború nem tartott sokáig, tehát néhány hadsereg még csak most fog megérkezni, amik közül az egyik vezetője nem más, mint Cregan Stark. Ő határozottan különleges figura, ugyanis habár jó szándékból és csak rövid időre, de elfoglalja a vastrónt. Amennyiben bővebb információkra vagy kíváncsi, illetve az egész háború végére, akkor kénytelen leszel olvasni. A másik opció az, hogy megvárod a kibeszélőket, amikből nagyjából mindent meg fogsz tudni. Szóval, ez lett volna a Sárkányok tánca, a Targaryen ház polgárháborújának története. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!